A következő 5 esztendő munkáját soron kívüli testületi üléssel kezdték a frissen megválasztott képviselőtestület tagjai. A legfontosabb döntéssel a város külterületén élők mindennapjait segítették meg a városatyák. A lakossági fórumokon minden esetben téma a helyi közlekedés, hiszen a városrészek lakói csak a rendszeres buszjáratok biztosítása mellett tudnak kényelmesen bejutni a belső területekre. Ezt a kérést hallotta meg a városvezetés. A helyi tömegközlekedés útvonala alapvetően őket célozza meg. Korábban is már működött a helyi járatos közlekedés mind a két településrész irányába, de a lakossági igények figyelembevételével egy más menetrendet alakítottunk ki. Pontosan nyári időszakban is közlekednik majd az a járatpár, ami szükséges ahhoz, hogy a kora délutáni órákban is megfelelő körülmények között be tudjanak közlekedni a településre, és el tudják végezni azokat az ügyes bajos dolgaikat, bevásárlás, orvos, gyógyszertár, amely a mindennapi élethez szükséges. Ennek megfelelően a képviselőtestület lezárta azt a pályázati eljárást, melynek köszönhetően 2020. január 1-től a Volánbusz ZRT fogja ellátni a helyi tömegközlekedési feladatokat Bátaszéken 5 éves határozatbeli szerződéssel. A járatpárokban nagy változást ezen kívül nem történt, így a diákok, illetve a Köves és Lajvér település részén lakók továbbiakban is zavartalan tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Köves és Lajvér tekintetében az elmúlt 5 évben is minden esztendőben tartottunk helyi lakossági fórumokat annak érdekében, hogy a település részeken élők gondjaival, problémáival napi szinten tudjunk szembesülni. Ezeken a megbeszéléseken vetődött fel többek között a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos módosítási elképzelés, és hát a mindennapi életüket befolyásoló közterület, karbantartások, fejlesztési feladatok is itt kerülnek megtárgyalásra, és az ő igényeik szerint próbáljuk az adott évi költségvetésben ezeket jóvá hagyatni. Szó esett az ülésen a klímavédelem kérdéséről is. A városi testület eddig is kiemelten fontos kérdésként kezelte a környezetvédelem ügyét. Különösen az év fájdalomdíj elnyerése után vált kötelezettségé a természetvédelemről való gondoskodás ügye. Elmúlt időszakban több alkalommal hirdettünk arról, hogy többek között a II. Géza gimnázium épületén is elhelyezünk egy területi operatív programforrás segítségével napelemeket. A program és a projekt zárásaként még egy feladatunk volt, hogy kiválasszuk azt a vállalkozót, aki elkészíti azt a kis tanulmányt, ami bemutatja egyébként egy napelemnek a működését, hogy milyen technológiai elvek mentén alakul át a napfényből villamosenergia, illetve rámutat arra, hogy miért is van szükség alternatív energia forrásoknak a felhelyezésére többek között közintézményekre, hiszen környezetvédelmi szempontból a széndioxid kibocsátást ezzel is lehet elősegíteni, illetve csökkenteni. Gyakorlatilag egy intézmény van, ami még előttünk áll, hogy ezen a próbatételen átessen, nevezetesen a Bátaszéki Általános Iskola, a Kanizsadőrti Általános Iskola. Erre is viszont a város már benyújtotta a megfelelő pályázatot. Bízunk benne, hogy pozitívan kerül elbírálásra, és akkor valóban kimondhatjuk, hogy a város valamennyi közintézményén napelemek biztosítják a villamos energiát. Alapvetően ez a füzeteske az intézmény dolgozóinak és a diákjainak a tájékoztatását szolgálja, de mivel a város elnyert egy másik forrást is, melynek keretében egy klímastratégiát fogunk kidolgozni az elkövetkezendő időszakban, ezen projekt keretében próbáljuk a város lakosságát is minél szélesebb körben tájékoztatni az alternatív energiaforrás lehetőségeiről, mindazokról a helyben megtehető apró kis döntésekről és feladatokról, melyekkel hozzá tudnak járulni majd a klímaváltozás csökkenéséhez. Ebben a stratégiában nekünk föl kell dolgozni, az önkormányzat egyébként milyen programokat vagy fejlesztési feladatokat tud végrehajtani saját maga, illetve a lakosságot hogyan tudja és milyen eszközökkel tudja ösztönözni, hogy ő is saját maga tegyen ezért a dologért.